Az elsődleges információk alapján a férfi ki akarta szedni a beesett faágakat a mezőgazdasági rázógépből, ezért ment közel a szerkezethez. Mivel azonban ennél a fánál már végeztek a munkálatokkal, a traktor a következőhöz indult. A román vendégmunkást teljesen maga alá gyűrte a jármű. Kollégái értetlenül állnak a tragédia előtt, nem tudják, hogy a férfi miért lépett vissza olyan hirtelen a szerkezethez. Szerintem az öreg úr volt a hibás, aki belépett a szék és a kerék közé, ugyanis nem lett volna szabad oda bemenni, mert nem feladatunk az ágak kiszedése. Ő mégis kivett néhányat, majd kidobta, végül visszalépett még egy gallért. A férfit a székesfehérvári mentők súlyos sérülésekkel szállították kórházba, életét azonban nem sikerült megmenteni. A helyszín megállapítás szerint combcsontörés, medence, hassérülés, mellkassérülés volt, illetve még a fején is látható voltak lágyvíz sérülések. Hogy a balesetért terhele valakit, felelősség azt a rendőrség vizsgálja. A hatóság ismeretlen tettessel szemben foglalkozás körében elkövetett halált okozó gondatlan veszélyeztetés miatt indított eljárást. A gárdonyi rendőrkapitányságnak a nyomozó, illetve a székesfehérvári rendőrkapitányságnak a baleset helyszínelői közösen végezték el a helyszíni szemlét a helyszínen, illetve az elsődleges rendőri intézkedések is megtörténtek. Az eset körülményeit a munkavédelmi felügyelőség bevonásával vizsgálja a rendőrség.